Rendőrségi jelölés mutatja a temető bejáratánál, hogy innen nem messze történt a baleset. Ezek a felvételek 2 évvel ezelőtt készültek a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Az egyik temetkezési vállalkozás alkalmazottja céges autójával tolatás közben ütött el egy 71 éves idős asszonyt, aki belehalt sérüléseibe. A szekszárdi járásbíróság most hozott ítéletet az ügyben. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében. Ez a bűncselekmény 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény. A bíróság a vádlottat 1 év 10 hónap fogházra ítélte, de a szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A férfinak ezen felül 200 ezer forintnyi pénzbírságot is kell fizetnie, továbbá 4 évre bevonták a jogosítványát. A szakemberek megalapították, hogy a temetkezési vállalat dolgozója nem volt elég körültekintő, miközben hátrahajtott a tehergépkocsival. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az idős asszony egy bokor mögül hirtelen lépett ki a jármű mögé. Továbbá az autó igen lassan gurult hátra, a sebessége nem érte el a 15 km/h. A járásbíróság az ítélet kiszabásakor ezeket az enyhítő körülményeket is figyelembe vette. Mindezek olyan enyhítő körülmények, amelyek miatt a bíróság lehetőséget látott arra, hogy nem végrehajtandó szabadságvesztés, hanem felfüggesztett szabadságvesztést alkalmazott. Az ítélet jogerős.